Finom hangolják az idősellátás Győrben. Egyébként is messze földön híres a győri idősellátás, de most uniós forrásból, uniós projekt keretében még tovább javítják a körülményeket. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plus televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, benne pedig egészen pontosan a fejlesztés a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek jobb kiaknázásával és a partner kapcsolatok erősítésével című projektről fogunk beszélgetni. Elnézést, hogy olvastam, nem egyszerű ezt felolvasni sem. Vendégünk a stúdióban Szabóné Vörös Ágnes projektmenedzser. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. És én megköszönöm, hogy eltett hozzánk jönni. Ugye néhány nappal ezelőtt Iradóban már foglalkoztunk röviden ezzel a projekttel. Mit kell erről tudni? Azt ugye tudjuk, hogy uniós támogatottság, azt is tudjuk, hogy a Városi Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pályáztak közösen. Hol tart most a projekt és milyen eredmények vannak már? Igen, ez a projekt, ez 2013 áprilisában indult, és egy másfél éves kifutású projektről van szó. Ahogy az elején mondta, nem arról van a projekt pályázatában sem szó, hogy új ellátásokat indítanánk, hanem a már meglevő és jól működő ellátásainknak a hozzáférését szeretnénk egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. Az ilyenkor hogy működik, hogy a város és a saját intézménye együtt pályáznak? Tehát miért van szükség egyik meg a másik félre, meg mind a kettőre egyszerre? Hát azért, mert a TÁMOP pályázat kiírása ezt tartalmazta, hogy önkormányzat pályázhatott, és konzorciumi partnerként természetesen az önkormányzat Győrben az idős ellátást végző intézményt vonta be, ez pedig az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. Így a projekt gazdája ugyan az önkormányzat, de természetesen mivel az idősek ellátását az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény végzi, maga a folyamat az ott zajlik az intézménynél. Ha jól emlékszem, akkor 35 millió forintot sikerült nyerni ezen a pályázaton. Mi az, ami eddig megvalósult, hiszen túl vagyunk az elméleti részen, és ha jól emlékszem, decembertől kezdődik a gyakorlati megvalósítás. Egyrészt mire elég ez a 35 millió forint, és mit akar ez az elméleti szakasz? Igen, hát az első időszak, ez a fél év az elméleti kimunkálást tartalmazta, és arra volt elégséges ez az idő. Ez alatt az időszak alatt két irányú volt a munka. Az egyik irány az idősek, illetve a hozzátartozók számára nyújtható szolgáltatásokról a minél jobb tájékoztatás, illetve olyan információkhoz való hozzáférésnek a kialakítása, az egyszerűbbé tétele, ami az időskorral kapcsolatos. Ahogy az elején említette, és köszönöm szépen, hogy ezt mondta, hogy Győrben az idős ellátás nagyon jól működik. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy ez egy jól működő hálózat, ahogy az idősekkel és az idősekhez kapcsolódó szolgáltatások működnek Győrben, de azt gondoljuk, hogy mindenen lehet javítani. És annak ellenére, hogy próbálunk minél több információt adni a szolgáltatásokról, mégis úgy gondoljuk, és nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy valaki bejön hozzánk, akár egy hozzátartozó, akár egy idős, és az derül ki, hogy lehet, hogy már fél évvel ezelőtt, de lehet, hogy egy évvel ezelőtt jó lett volna, ha találkozunk, mert esetleg már tudtunk volna segíteni neki. És azt gondoltuk, hogy ez semmi mással nem lehet orvosolni, mint hogy próbáljunk olyan utakat kitalálni, hogy minél több információhoz juttassuk az időseket és a hozzátartozókat is. Egyrésztről arról, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítunk, és hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz milyen módon lehet hozzájutni. Illetve azt gondoljuk, hogy az is nagyon fontos, hogy arról is megfelelő információval rendelkezzenek az idősek és a hozzátartozóik, hogy amikor valaki elkezd idősödni, akkor milyen folyamatok fognak lejátszódni, egyáltalán mik azok, amik várhatóak. Lehet, hogy el tudjuk kerülni, és szerencsénk lesz, és valamelyikünk időskorunkba, valamelyikünket nem fogja utolérni az időskorral járó problémák egyike, de a nagy többségében sajnos igen, az időskor a számos problémát hoz magával, és nagyon jó, ha erre föl tudunk készülni, ha tudjuk, hogy mi várható, és akkor a hozzátartozó is esetleg tudhatja, hogyha az idős hozzátartozója elfelejt valamit, akkor lehet, hogy nem arról van szó, hogy éppen mással volt elfoglalva, amikor hallott róla, hanem lehet, hogy ez a demenciának egy kezdeti tünete. És ahhoz, hogy erről minél többet tudjanak, ebbe próbálunk a projekttel segíteni, méghozzá oly módon, hogy fölállítottunk egy call e-mail centert, és ezt a csúnya szót el is fogom felejteni, és azt fogom ezentúl mondani, hogy ez egy információs vonal, ami több irányú. Egyrésztről működik alatta egy weboldal,
ahol ismeretekhez juthatnak az időskori problémákról, illetve a szolgáltatásokhoz, kérdéseket tehetnek föl nekünk, és erre szakemberek válaszolni fognak, illetve működik egy telefonos és e-mailes elérhetőség is, ahol akár családtagként, akár idősként, de akár egy jó szándékúhoz szomszédként lehet jelentkezni, és mondjuk segítséget kérni valakinek a számára. És ilyen esetben a kollégáim mindig azonnal fognak reagálni, remélhetőleg már másnap, a kérdés feltevésre 5 napon belül, és akkor reméljük, hogy minden esetben, amikor szükséges, ott lesz a segítség az idősnél. A másik irány, az pedig egy jelzőrendszer kiépítése, hisz olyan sokan vagyunk itt szakemberek Győrbe, nem mindenki a szociális területen, de oktatásba, egészségügybe, akik találkoznak családokkal és a családokon belül idős emberekkel. És azt gondoljuk, hogy ugyan persze nem előzmény nélküli ez, mert eddig is működött, hogyha valaki problémát észlelt, az valamilyen csatornát próbált keresni, és az időset eljuttatni a megfelelő szolgáltatáshoz, de azt gondoljuk, hogy ennek nem esetlegesnek kell lennie, és nem személyfüggőnek, hanem ennek egy kimunkált munkafolyamatnak kell lennie. És ezért ebben az elméleti első fél évben kidolgoztak a kollégák, vagy kidolgoztunk közösen a szakértői tímmel egy eljárásrendet és egy ehhez kapcsolódó eljárási utak szabályozását, és ezzel az eljárási utakkal próbálunk a különböző szakterületen dolgozó kollégáktól információhoz jutni idősekkel kapcsolatban. Vagyis, hogy nagyon leegyszerűsítsem, mondjuk ha az óvónéni kimegy családlátogatásra, és ott látja, hogy a család egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudják ellátni az idős hozzátartozót, akkor ő fog tudni nekünk jelezni ezen a csatornán. Na hát ez lett volna a következő kérdésem. Maguk az idősek, az érintett szféra, ők mennyit fognak érezni ebből a projektből, akár az elméleti, akár a gyakorlati részéből, tehát rájuk ez milyen hatással lesz lehet? Hát remélem, hogy pozitív hatással lesz, és remélem, hogy ők már csak azt fogják érezni belőle, hogy amikor szükségük van segítségre, akkor az a segítség az időben meg fog érkezni. Illetve azt gondolom, hogy azok az idősek, akiknek még nincs szüksége ezekre az ellátásokra, azok az idősek pedig föl tudnak készülni arra, hogy ha esetleg valamilyen problémájuk lesz, akkor milyen irányba induljanak el. És akkor én hoztam magammal egy kiadványt, ezt hadd mutassam meg. Ez is most a projekt keretében készült. 10 000 példányt fogunk a városban szétosztani. Egyrésztről a Győr Plusz újság mellékleteként fog néhány területre eljutni, de a szociális intézményekben, illetve az egészségügyi intézményekben is megtalálható lesz. Ebben néhány problémára fókuszáltunk, ezekre a problémákra megpróbáltunk megfelelő választ adni, és természetesen, ami nagyon fontos, hogy ennek a hátoldalán megjelentetjük az információs vonalnak az elérhetőségeit. És akkor innét is hadd biztassak mindenkit, hogyha valamilyen olyan kérdésük van, vagy olyan problémájuk van, amit nem tudnak megoldani egyedül, akkor legyenek kedvesek ezt a vonalat hívni, és itt a kollégák nagyon szívesen állnak a rendelkezésükre az időseknek, és természetesen a hozzátartozóiknak is. Na hát az elméleti részén túl vagyunk ennek a programnak, ennek a projektnek, jön a gyakorlati rész majd decembertől. Ez az önök számára mit fog jelenteni? Tulajdonképpen azokat az elméleti megoldásokat modellezik majd, amiket eddig kidolgoztak? Így igaz, ez egy modellezési időszak lesz, körülbelül ez is egy jó fél évet fog felülelni. Leginkább kipróbáljuk ugye ennek az információs vonalnak a működését, illetve ami számunkra azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb szervezési feladatot fog jelenteni, hogy megpróbáljuk ezt a jelzőrendszert, amit kigondoltunk, ezt megfelelőképpen elindítani, működtetni, és ha ez működőképes lesz, akkor a projektnek a záró szakaszában természetesen ezt értékelni fogjuk, és én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ennek kapcsán aztán majd ki tudjuk szélesíteni is ezt a jelzőrendszeri funkciót, ezeket a szervezeteket, akiket bevontunk, reméljük, hogy tudjuk majd bővíteni is. Arra is megvannak az elképzeléseink egyébként, hogy milyen irányba. Azt gondoljuk, hogy ebben nagyon jó partnereink lennének, például a plébániák, a különböző egyházak,
illetve azt gondolom, hogy a rendvédelmi szervek is sokat tudnának ebbe segíteni nekünk. Még egy gyors kérdésre van időnk. Ha jól értelmezem, ez a projekt akkor tud igazán jól és hatékonyan működni, hogyha az időseket is sikerül megérinteni, meg hogyha elég aktívak a győri idősek. Elég aktívak a győri idősek? Eddig mi a tapasztalat? Igen, azt gondolom egyébként, hogy igen. Volt néhány napja, amire célzott egy szakmai tanácskozásunk, ahol Szabó tanár úr is jelen volt, és azt mondta, hogy hát igen, azért vannak különbségek országos szinten, és Győrre azt mondta, hogy már réges-rég kiszálltunk a Trabantból, és egy sokkal jobb autóban ülnek a győri szolgáltatások, ugye ezzel jelezve, hogy minőségi különbség, vagy minőségi ugrást tudott elérni a győri szociálpolitika, de azt gondolom, hogy ehhez ugye nem csak a szakemberek kellettek, hanem azok is, akikkel mi dolgozunk, és ezek közül az idősek, azok, akik nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk. Szabolné Vörös Ágnes, köszönöm szépen. Természetesen beszámolunk majd a projekt további lépéséről, és köszönöm, hogy itt volt velünk, és ezt elmondta nekünk. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét. Tartsanak velünk legközelebb, és akkor is számítok a figyelmükre. A viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.